A bontás után most már az építési munkálatok következnek a Fischer-háznál. A Kossuth téri fejlesztések során a tervek szerint ez az épület igazi közösségi házzá alakul majd. Elkészül az új vasbetonfödém, az új lépcső, amivel fel tudunk majd menni egészen a tetőtérig, az új tetőszerkezet. A hátsó részen is elkezdődnek most már a nyilászáró beépítések, ott is a tető kijavítása, a végén egy szépen rendbetett udvar várja majd a látogatókat. Az épület kivitelezési szerződését az önkormányzat március 3-án írta alá a Szabó és Társa Belső Építészeti Kft.-vel. A beruházás költsége nettó 130 millió forint. Egy olyan közösségi tér lesz a tataiak számára, és az ide látogatók számára is, ahol azt reméljük, hogy sokféle segítséget tudunk nyújtani. Ilyen például az, hogy hadd mondjam ezt legelőször, hogy például lesz egy nyilvános WC is ebben az épületben, tehát az erre sétálók szükség esetén ezt az épületet nyugodtan keressék majd. Közösségi térként alakítjuk ki, ami azt jelenti, hogy a fiataloknak, felnőtteknek szeretnénk találkozási pontot szervezni, így egy játszóház és egy ifjúsági tér is kialakul, ahol rendszeresen az ifjúság, akár a tatai diák önkormányzat, akár egyéb civil szervezetek szeretnének találkozni, meg lesz a lehetősége. Az épületben termet neveznek majd el Magyari Zoltánról, és emlékhelyet kap szülőházában Farkasházi Fischer Mór is. Funkcióját tekintve a találkozási pont mellett a házban turisztikával kapcsolatos hivatalok is helyet kapnak, sőt a tervek szerint szolgáltatóházként is működik majd. Az épületben egy városmarketing jellegű területmarketing, járási területet is érintő marketing iroda jön létre, és az a tervünk, hogy az üzlethelyiségeket pedig a városban működő szolgáltatóknak biztosítsuk. Én azt szeretném, ha egy helyszínen a tataiak elérnék az EON-t, a vízműveket, a hulladékszállítási kérdéseket, lakásbérlési kérdéseket, tehát egy ilyen összevont szolgáltató központként is működjön ez az épület, és az intézmények gazdasági hivatalát is ide költöztetjük, a jövőben ez lesz az a helyszín, ahol az intézményeinknek a gazdasági ügyeit a munkatársak intézni tudják. A munkálatok szerződésbe foglaltan és a tervek szerint májusban zárulnak majd.